Where the goal is for... Üdvözlünk minden kedves nézőt! Itt is vagyunk a Team Vitality Giants mérkőzés előtt. A hangulat a tetőfokára áll, mint halljátok, de a belső kommunikáció fejlesztés helyett foglalkozunk inkább a Vitality és a Giants összecsapásával. Kedves kommentátor társam vagy elemző társam most Donó lesz. Szervusz, Donó! Szia, Tanatos! Igen, ezen a mérkőzésen szerintem elég sok minden lehet befolyásoló tényező, de mindenképpen a Vitality sikerét várom. A Giants nincs összerakva, Isten igazán. Nagyon sok Pepinero és nyugdák összecsapást láttunk már, és ezt most X Pepinében fogjuk látni nyugdákkal szemben, de ezúttal, ugye általában ezek azért Pepinero győzelmét hozták korábban, de nyugdák egy olyan csapatba került bele, ahol a dzsungeles támogatását is élvezi, hiszen Shook a gyilkosságban való részvételével nagyban hozzá tud járulni a Vitality csapatának a segítéséhez. Ő volt az, aki még az előző mérkőzésen 90% fölötti gyilkosságbeli részvétellel érkezett, és a felső esvényen Kabosár az, aki például a Graves-t megkapja, zseniálisan jól játszik, ami azt jelenti, hogy egy tiltást már biztosan erre kell elhasználni, és mivel a Giants van vörös oldalon, így a Gangplank tiltást is nekik kell elhozni, mindössze egy tiltásuk marad, ami akár lehet hiányán Kalisztája is. Az a biztos jelen pillanatban, hogy ugye az a Kabosard és Shook szinergia, ami van a felső ösvény környékén, ugye te is kiemelted, gyakorlatilag Shook a legmagasabb gyilkosságokban való részvételi arányjal rendelkezik a dzsungelesek között. Ezt meg sem közelíti szinte Betong, viszont ő még csak egyetlen egy mérkőzésen játszott, tehát ő még tud esetleg bizonyítani. Egy biztos, tegnap láttunk tőle egy Lee szint, az nem volt annyira megnyerő. Kabosár viszont, ahogy te is mondtad, Graves-el is szeret játszani, de a fiórája sem volt rossz. Az összes többi hőssel viszont Kennennel és Olaffal, akivel még láttuk őt játszani, sajnos eléggé alul tudott teljesíteni, de Kabosár önmagában a legmagasabb KDA-val rendelkezik a felső ösvényesek közül. Majdnem, gyakorlatilag 30%-kal jobban farmol percenként, mint ugye Atom, a Giants Gaming felső ösvényes játékosa, és pont Darciggal való elemzésünk során emeltem ki szintén, hogy ez a felső ösvényes párharc nagyban meg fogja határozni a mostani mérkőzést, és papírforma szerint Kabosárnak meg kell ennie, miután összecsomagolt a darabokban Atomot. Igen, és ugye beszéltél már így egy érintőlegesen arról, hogy a dzsungelben változás volt erre a hétre a Giants csapatánál, Q helyett jött Betogja ki, aki anna még az H2K csapatában a rájátszásban egy mérkőzésen mutatkozott be, azon a mérkőzésen kiválóan teljesített, valami olyasmit kellene most is összehozni. Azért én ezen a mérkőzésen egy Elise-t várnék tőle, hiszen ez a karakter jelenleg az, amely talán a legbiztonságosabb választás Rek'Sai mellett a dzsungelben, de Rek'Sai teljesen más mechanikát igényel, sokkal defenzívebb, Betongjakinek pedig az offenzív stílusához sokkal jobban illik egy Elise, és akár az ellenfél dzsungelének rálátásbeli előnyét is nagyon korán ki lehet alakítani, így pedig sárkányokat elhozni, hogy a vörös oldalról egyértelműen ez lehet a fő célpont, és erre maximum a szurdok hírnökével tud majd válaszolni a Vitality csapatán. Alapvetően a tegnapi nap folyamán a hatalmas kérdést tettünk föl, hogy egyáltalán a Giants Gaming mit tudna kezdeni, hol van neki igazán erőssége, vagy hogy mi lehet az a remény forrás, amivel ők össze tudnák esetleg kapni magukat, mert egy 0-5-ös kezdés egészen konkrétan, az nem túl bíztató, még hogyha csak a szezon harmadik hetében járunk, tehát még a harmadát sem értük el igazából teljesen. Szóval, hogy Adri az, aki lövészként ott van a Giants-be, a Giants gyilkosságainak 82%-ánál ott van, tehát, hogy azért próbálják ráhelyezni a hangsúlyt, ő pedig próbál teljesíteni, mint lövész, csak az a gond, hogyha a többiek nagyon alul maradnak, hát akkor ott nehéz egy lövésszel megmenteni a hazát és a világot. Nagyon sok jó lövész van jelen pillanatban az európai LCS-be, hihetetlen jó teljesítményeket láthatunk, de ettől függetlenül mindig ott van mellettük a csapat is, amikor valami nagy dolgot mutatnak nekünk. Igen, és mi pedig menjünk is át a kommentátorásba gyorsan, mármint nem mi szó szerint, hanem Pierce és Darcik, akik prezentálják nektek a Team Vitality, valamint a Giants összecsapását. Nyomj, léci, Pierce!
Szeretnénk újra minden kedves nézőt ünnepélyesen köszönteni a következő mérkőzésünkön, ahol szintén Darcy és Pierce páros lesz majd hallható a következő mérkőzés alatt. Ennek oka nem más, hogy gyorsan még a felvezetés előtt elmondhassam azt, hogy a Nagykanizsán, a Pannon Egyetemen fogunk tartózkodni a holnapinak folyamán, ennek köszönhetően mi a meccs után el kell, hogy tiplizzünk. Jönnik az alá, mindenkiben szeretném a sok sikert kívánni, de a meccset már csak telefonon fogjuk tudni mi ketten követni. Viszont már bajnok választás! Vitality piros színek helyett, ha, hazudtam, kékben, míg a Giants majd piros színeben fog játszani. Tompkins Poppy az első két tiltás. Pontosan, ezzel már meg is alapozták a mérkőzés hangulatát, tankokból nem kérnek egy grammot sem. Viszont ugye még számtalan ilyen karakter elérhető, amit pedig, ha mindig az Nono jósolt, az Kalista tiltás is jó volna a Vitality ellen, illetőleg egy Graves, és Graves pedig kezd beleilleni a metába. Ez sem tiltás, na ez egy kicsikét könyvön kívüli. Igen. Illetve Lulu, ami már viszont egy kicsikét érthetőbb, hiszen ezzel a karakterrel már az előző mérkőzésen is láthattuk, hogy mennyit hozzá lehet tenni egy lövésznek a teljesítményezés, hogy így járnán. Hogyha eddig is, illetve ezen a mérkőzésen is úgy játszik, ahogy eddig is, akkor majd láthatjuk tőle, hogy egy kicsikét belezavarodtam, bocsánat, szóval láthatjuk majd tőle, hogy biztonságosan farmolgat, és egy Luluval ezt iszonyatos mód meg lehetne majd védeni a játék végső szakaszára, ami miatt pedig fontos és indokolt lehet a Shen tiltás, legalábbis a Giants ellen az Atomnak a két Shen játéka. Így is van, nagyon jó, hogy kitértél erre rá, Atom egy vadállat Shen. Az bíz Isten, és szeretném elragadni az alkalmat. Ebben bocsánatot kérni, hogy Vipi, drágám, na arra úgy nem vettük észre, de köszönjük szépen neked is, hogy már 7 hónapja ennek kemény gárda tagja vagy, és mindenképpen a felelkozók csoportját erősíted. Minden egyes hónap, hogy most is köszöntünk téged itt, és bocsánat még egyszer azért, hogy elmaradt a kedves neved, a becsös neved említése. Reméljük, hogy ez kiengeszteli majd kedves vágyaidat. Kabosárd elhozza a Gangplanket! És Kabosárd pont egy olyan felsős fényes, aki iszonyatosan nagyon szeretni fogja. Meg hát aztán még nagyon szeretni is fogja, vagy valami hasonló. Válaszol viszont ott van Kalista elhozatala, amivel így megfosztják Hjarnant ettől a karaktertől, ettől a komfortválasztástól. És mert ott van egy Morgana, akiről még nem tudjuk, hogy hova érkezik, ugye jöhet. Hát egyébként középsősvényre is, meg alsóra is. Mehetne ugyan felsőre is, de ez Kabosárdnak az ikonikus választása, és Gangplank ellen maga aztán pláne nem tartom valószínűleg, hogy ezzel a választással élnének. Tehát amit egyelőre tudni vélünk, ez egy alsősvény párosítás a Giants-től és egy Gangplank, aki pedig valószínűleg felsősvény és a Vitality-nél. A tavalyi év alatt a végső játékokban Kabosárd Gangplanket is láttuk már, és senki nem akarja azt újra átélni, hogy mit tud csevezni a Kabosárd a Gangplankje. A Giants ugye jelen pillanatban nem a fény korszakában van, ez a 0-5, ez teljes mértékben olvasható az ő statisztikájukon. Na most a Gangplankkel viszont én azt merném mondani, hogy már most kinyírta magát a Giants konkrétan. De még csak persze 3-3 karakter van beválasztva, de az nagyon erős Kabosár, és nagyon erős az a Graves választás is. És itt igazából már csak egy Kindred-el lehetne választani, a népesség nincs kitiltva. De a két legfontosabb, eddig a szezon alatt, eddig az elmúlt pár hét alatt, a Graves és Gangplank játékok, tiltások és elhozatalok mindig valamelyes sikerrel jártak. Bár ez pont nem igaz, viszont a Kabosár Gangplankje az meg megint egy másik szintet tud majd hozni, mint amit Dásán produkált ki Amerikában, ha összeakad a szám. Na de mindegy, engedjük gyorsan el. Nyugdak ahhoz a Thresh-t majd Kessingnek, és a Zilánon gondolkozik Kessing. Na ezt nem tartom őszinte gondolkodásnak, ez megint csak egy integetés Zoltánnak. Igen. Mi is üdvözlünk téged innen a stúdióból. Ugye Kessing mindig kicsikét azért nem is tudom, kacérkodik ez a választása, de aztán végül soha nem hozza el, nem úgy, mint az előző mérkőzésen. Igen. De térjünk is vissza egy kicsit a két a mérkőzésre, mert Pepi nagyon gyorsan véglegesítette Ari választását, akivel egyébként van sebzése és iszonyatosan mobilis is, de hozzá kell tenni azt is, hogy Shook ki tud térni egy csábítás elől. Kabosárdot hál' is találja a csábítás, eszik rá egy kis gyümölcsöt és már is jobban érzi magát. Ha pedig esetleg egy Thresh-re használja ezt a képességét, akkor mi marad a többiekre, kérdezem én. A végső választás egyelőre úgy tűnik, hogy egy jó kis Kennen lehet, ami viszont azt jelenteni, hogy ez egy középsősvényes Gangplank felsősvényes Kennennel, és így is lesz. Azt hiszem Pepiről pont te mondtad, hogy a Ari választás oké, rendben van, hogy valaki nagyon szeret Arival játszani, de mindig azt hozza el,
azt nem igazán engedhetni meg saját magának, lehet, hogy Porne Pepiről volt szó. Az Ári választás viszont mindenképpen egy, úgymond egy ilyen zsákutca is lehet zárójelben, ha sokat gyár és próbálkozom ugyanezzel a karakterrel. Viszont Rhysinen gondolkozott eddig, és nem kérdik, ugye Adri elhoz lesz egy Beton Joke-nak, és Kalista kerül hozzá. Na most ugye a Kalista nyerési arányához mérten egyértelmű a Giants nyerne, de nézzünk át a másik oldal, és mindenki el fog gondolkozni, milyen karakterek ellen kell majd felvenni azt a bizonyos box cast a Giants csapatának. Kenen forgatagja, ami alatt azt fog produkálni az a bizonyos Gangplank, odarakja a kis hordóit, ahol csak akarja, és emellett még Miss Fortune végső képességekkel számolni. Nagyon brutális lesz a területre ható sebzései majd a Whiteready csapatának, míg a Giantsnek csak az játék első szakasza az, ami végül is valamilyen szinten, főleg Rhysinnel nyertes meccset hozhatnak ki nekik. Gutfeld, oké, kiemelkedő Morgana játékáról híres. Ugye mikor mindenki tavaly volt még róla szó, de lehet, hogy ez a Morgana most ide kevés lesz. Hogy mindent levédjen. Hát, hogy mindent, az már arra egyszer nagyon biztos. Kevés lesz. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy azért Lissandra különösképpen fájhat egy csapatharcban, és ugye azt mondod, hogy Cabochard kezdeményezhet egy jól elhelyezett forgatagga, ez teljes mértékben igaz is, mellette pedig ugye ott van egy Miss Fortune, aki ezt gyönyörűen le tudja követni, de nem szabad elfelejteni, hogy Lissandra igazából eközben a hátsó sorfalat úgy fogyasztja szanaszét, ahogy csak akarja, Ari szintén odaugrál, ahova akar, Kalisztáról talán őt nem kell bemutatni, ugyanezt meg tudja tenni, és Lee Sin szintén az egyik legmobilisabb dzsungeles, tehát... Most az előző szezonban én kétszer játszottam Gangplank ellen a középső ösvényen. Mind a kétszer körülbelül 4 percig bírtam Alt-F4 nélkül, de aztán persze visszacsatlakoztam a játékba és farmogattam, majd ki is kaptunk. De most viszont ugye a Platinum 5-re dobott le, hogy a 10 besoroló meccs után lehet, hogy még nem fog Gangplank-kel találkozni, de az, hogy nyugták, mit fog produkálni ez a Gangplank középen Árival szemben, lehet, hogy Pepinek megint csak lehet majd úgymond gondjai, és még rövidre kell majd vágni a haját. Kicsi nősténynek pedig nagyon szépen köszönjük a feliratkozását. Ja. Aha, szóval kicsi, nagyon köszönjük kicsi a feliratkozást. Vakur, az úgy jó. Kicsikét felfordítva, kicsi vakur, köszönjük a feliratkozást neked, de már bent vagyunk a játékban. Így van, Vitality kék szélben és Giants pedig piros szélben játszik majd, és a Vitality már megy, hó, Giants megint csak. Nem. Ez korai egyes harc lehet, hiszen mind a két csapat felsorakozik 5 emberrel a bokor környékén, Beton Jockey pedig. Csali lehet. Cussing már itt is van, 4 ember a bokorban. 5, 4, 6, 3, 2, 1. Gutfeld megmutatta magát. Gutfeld meg. BOOM! És Kabosárna, jó célpont, Lee Sin-kú szintén csak talált, és Beton Joke, mi az Isten kap? Jó az éget és nyugdák hozzá el. Gutfeld baj van, lehet, neki még villás épessége van, egy is villant, és Cussingnek már nincs a halálos ítélete. Ditton Pepi, ja meg Nero és Adri szintén. Kérdés, hogy valakit még el tudod csípni a White-t, de nem. Na most oké, Gangplank nem egy túl kellemes karakter, de első gyilkossággal felrehez a Gangplank. Viszlát, világ. Ez tényleg egy Alt-F4-es szituáció lesz. Viszlát, világ. Nem is offenzíven kezdi az egész mérkőzést. Egyrészt kifárasztást hoz az Ari ellen, ami egyébként érthető is, mellette egy romlás italát plusz sebzése vagy statisztikája sincsenek, és mégis hozzá kell az első gyilkosság, ami viszont olyan mértékű tankosság lesz neki, hogy Arinak is meggyűlhet majd a baja vele a középső ösvény, és alapvetően is egy kicsit visszatérve az egész szituációra, Gutfeld eladta az egész akciót. Beton Joki tökéletesen helyezkedett, azt mondta, hogy srácok, egyedül vagyok, gyertek, kapjatok el, Cussing már indult is, és akkor Gutfeld azt mondja, hogy kicsikét kimegyek a bokorból, kell egy kis friss levegő. Borzalmas döntés, és így a Giants, hát én azt mondom, hogy feladott egy jó kezdeményezést. Most én Pepit tiszta szívvel megértem, hogyha az összes haja ki fog hullani. Nekem is ugye 5 éve telt, hogy az összes elfogjon. Na de ugye azért egy ilyen Gangplank ellen nem lesz túlságosan kellemes dolga, de ne csak, hogy róluk beszéljünk. Kabosát Kenen felső ösvényről még az mindenki említése méltó. Oh, a nyugdák közön lefogásban áll, és még nincs kettes szintű nyugdák. Égítés közben rajta, villanása neki nincs. Isten! Oh, nyugdák! Oh, nincs villanás a nyugdáknak, persze, hogy jön őt büntetni a Giants, de fárasztása még volt, könyörgöm, nem villanhatsz rá az alatt támadásért. Pepi, volt égetése, villanása, meg minden, de ezt nem tudja kihasználni. Ez olyan mértékű előny most már azon a Gangplanken, hogy az valami hihetetlen. Persze, nem a mérkőzés vége, de azért közelebb hozta. Azt a betyár mindenit, szegény Pepi. Hát nem irigylem, de nézzük vissza. Igen, nyugdák.
természetes módon első gyilkosság, pofátlankodik egy kicsikét, beleáll a lefogásba, és még nincsen ugye semmiféle gyümölcs nála, hogy menekülni tudjon. Két égetés kimegy rám, majd utána a villanás, egyből ott a fárasztás, tehát a sebzés nem érkezik meg hozzá teljesen, fejlődik, tehát kap plusz életerőt, ezért az égetés nem tudja befejezni. Mellette pedig még ott van a lövedékből és a halhatatlanok szorításából visszanyert plusz életerő, és így van egy nem megölt gangplanked. Egy életerőtől függetlenül egyértelműen nyugdát mindenkiben kirakta volna a kifárasztását az érkező papírra, legalább ölje majd meg. Az, hogy még a szerencse mellé pártod és meg sem hagy nyugdák, hát ez eszméletlenül nagy mák is, és pech, óriási pech ez Pepinek. Viszont a felső ősvény torna valószínűleg közön dőlni fog, ezért nem csak nyugdák szaladt meg, hanem most a globális arany is Giants-el szemben. Amit ugye ők is szépítenek például belőle az alsó ösvény, hiszen 1-1 lesz a tornyok állása, másodpercek kérdése az egész. Az érdekesség az, hogy megosztja az aranyat a Giants csapat, amit ugye a toronyban kapnak pluszban, míg a Vitality-nél Cabochard az egyetlen, aki ezzel igazából rendelkezni fog. És láthatjuk, hogy a szintelőny egyértelműen ott van nyugdáknál, és még farmban is, hát duplázza ellenfele teljesítményét, persze ő az, aki feltolta az ösvényt, de attól függetlenül ez egyelőre gyönyörű teljesítmény. És azért azt is tegyük hozzá, hogy a gyors és biztos túlélés érdekében, ami egyébként is meg lett volna a kettes szintű Gangplanknek, azért a Skorbut ellenszerűt gyorsan ki is szedte, és így meg aztán már 100% volt, hogy nem fog elpusztulni. Ez így is van, mindeközben ugye a alsóösvény, idézőben alsóösvény párosa pedig szépen oda mennek, ahol külső torlót kell dönteni, megint csak cserülődik ugye az egész brigád. Egy különbséggel, hogy Godfrey jelen pillanat az alsóösvény jön majd Atom mellé, így Cabochard lesz egyedül hagyva Idrivel szemben. Most ugye eleve nehéz ugye majd kellene folyamatosan eltalálnia majd Kalisztát ugye a kis képességeivel, és önmagában ugye jelen pillanatban a mostani farm különbségnek is köszönhető az, hogy Idrinek lesz majd kisebb fajta előnye kellene szemben, ez körülbelül 6-os szintig fog megtörténni, mert azért társ nélkül a túlvilági hívás konkrétan, mint annak egy pofon. Sok közben őrszemet takarít. Jó volt a meglátása Antonnak és Godfrednek, hogy ők nincsenek azért teljes biztonságban itt, viszont Hatton Jockey érkezéséről pedig sok tud. És így egy 3v3-es szituáció kialakulhatna. A húzás jó, teleport Atom jön is. Pedig úr, jaj, égetés közben Atomon. Jégesség még kijön, de az csekély kevés. Hjarna hozzá a gyilkosságot. 4-2 ellen közben Beton Jockey pedig beragadtak a torony alá. És nem biztos, hogy lesz segítség. Nyugdán, még végső képessége nincsen, ez a torony viszont dőlni is fog. És azért ez a 3-0. Még egy torony előny pedig most már majd, hogy nem 3000 aranykülönbséget fog hozni, alig 6 perc alatt. Te! Az igen. Az igen. Az érdekesség az volt Atom megmozdulásában, kicsikét megkérdezhető, hogy egy olyan lövész van ellen, akinek nincsen igazán célzott képessége. Ugye, amit ki lehetne kerülni egy villanással, és ő mégis elhasználta ezen képességét rögtön azután, hogy a jégösvény kijött belőle. Tehát mintha hát önmagában való kommunikációs hibája lenne, ha értitek, hogy mire célzok. 3-0 egyelőre a Vitality-nél és több mint 2500 arany előny csupán 6 perc alatt, ahogy te is mondtad. Ezt a világbajnokságon szerintem 20 percnél ha ki tudtuk emelni. Jó, ha ki tudtuk emelni. Godfrey Bow Classic 2-es szintű Godfrey Bow Classic, tehát valamilyen nincs, ami kéne a három képessége közül. Még ugye Pepi az, aki most már szintén meg lett 6-os, de nyugdíj, már lassan 7-es is meg lesz konkrétan. Mindent látó őrszem pucolás közben Hjarnal és Kessing által. Suhanós utyarák az van, de nem létszűségre eltakarítani. Szépen Idri ugye a kis fagyasztott ösvényen farmolgat. Többet igazából a meccshez nem tud ő hozzátenni. Pepi megkapja a lassítást még ugye közben Hjarnantól, de Pepi még nem ölhető. Idri 5-ös szintű és elfarmol tovább is a saját kis tornya alatt. Ez nem is fog változni valószínűleg a darabig, viszont Atomnak a sebzése fáj mindenki Cabochardtól, jégösvényel kell menekülnie. Kettőjük között 2 szint különbség van, ez és 7 farm. Tehát az megint csak óriási. Cabochardnak látjuk, hogy azért még kell mindenképp neki tapasztalati pont, hogy 6-os lehessen, de onnantól kezdve Atom jó sokáig fog távol tartani, jó sokáig kell magát távol tartania majd Kennentől. Több indokból is remekül taktikázik jelenleg a Vitality. Az egyik példa az az, hogy Atomnak az első tárgya az egy korokpálcája lesz. Na most, ha a korokpálcáját későn vásárolod meg, az később válik majd teljesen hasznossá. Őrszem épessége van, az egész Giant csapata megjön, Minion-t farmolni.
illetve hát megsegíteni Atomot, hogy visszatérhessen tapasztalati pont tekintetében, hanem is minőnökben. Pepire ott a sebzés, tessék, egy hordó folyaterül, csupán egy 7-es szintű Gangplanktől, aki egyébként ilyenkor már a hordóival jobban is tud cserélni, tehát Pepi fokozottan bajban lehet. Ragyogással kiegészülve nyújtak, azt ne felejtsük, hogy a háromság hatalma valószínűleg neki az első állomása majd, tuti, a vásárlások terén. Aztán pedig jöhet majd a határtalan pengés, meg igazából ahogy nyújtják, majd eldönti, ő tudja, de kettő gyilkossággal, ekkora farmmal neki igazából lehetőségé megvannak adottak. Menekülni is bajban, de menekülni tud, bajban túlságosan jó sokáig nincsen végső képessége, kifárasztása és villanása van. Nagyon sok esélyvel arra, hogy fordulhasson, menekülhessen vagy sebezhessen. Kicsi jó, hogy nincsen sem. Ez most már lassan a RV point. Na mindegy. Az érdekesség nem az, hogy nyugda kell, ha... Hát, halálos időlet jó, viszont a túlvilági hívás szintén irítő és gátra visszajön, jön a teleport és Hulk pedig beragadhat, Atom pedig azonnal reagál, mégis jó a lápás! De az a vörös Szederhát közben, ami... Közben Hjarnan gyógyítja Cussingot. Túlélte volna az egész akciót Shook, ha Hjarnan eltalálja a gyógyításával. Ó, igen. Ezt is sem vettem. Ez hihetetlen. Az kemény. Na mindegy. Igé. Oké. Vannak hibák. Az állás alapból is 3-1. És Lee jön talán először az ellenfél jungle valamit motorogni. Végső képesség pedig Hjarnan letakarítja az összes létező miniont. Megökkeszik hátulról szintén. Nincs még 6-os szintű Lissandra. Ezért túlságosan férni tőle még nem igazán kell. És kihasználja a lehetőséget azt arra a Giants, amíg nincsen súg, kicsikét beleszólnak a saját jungle-ébe. De jön nyugdakra, három játékos azonnal rugás nyugdakon, még valamennyit ez, de az kevés, és Lee Sin ki is jön, hát csak így, de csak is így lehet igazából érkezni nyugdakra. Kifárasztása és végső képessége sem jött ki nyugdaknak, ne felejtsük el. Igen. Tehát nem tudta lereagálni, vagy inkább nem akarta lereagálni, nem akart pocsékolni, erre még az is lehet benne. Későn már nem volt lehetősége rá, hiszen a rugás után szinte biztos volt, hogy ő meg fog ott halni. A rugás előtt kellett volna a villanását elhasználni, ahhoz viszont hát úgy tűnik, hogy nem volt elég rá a látása. Innentől kezdve viszont egy kis plusz fejpénzzel gyarapodik a Giants csapata, hiszen ne feledjük el, két gyilkosság után már az egész csapat kap egy keveset ebből. Ami pedig még fontos és említésre méltó az az, hogy ugye Kabosárd 57-et farmolt egészen idáig, Shook pedig 56-ot. Na hát most dzsungeles és felső ösvényes különbségről beszéltünk. Shook közben be is hozta egyébként az imént említett játékost. Ez azért is nagyon fontos, mert egészen ideig Beton Jockeynak 28-et sikerült, duplázza a fa. Azt a 208-as kritikális sedés, Pepi! Jajjajjaj! Még a Q talán marad egy kis dot, és Pepi el fog jönni. De a jó indulat, az istenek vele vannak. Nyugd, de kicsit lehet, hogy dühös volt. Most úgy néz ki, hogy megmutatta, hogy nagyon ha még dühös. Egyszer ilyet kap, akkor most már tényleg visszakezd bejön a pofon. Még egy ilyen fejed olyan, mondta nyugd, de kis villan Pepi után, és ebből halál nem volt gyilkosság, ugye megint csak marad a 3-2, a Giants valamennyire szépít, ha ezt a torot elhozzák, de bár jön Cussing is Hjarnan, nincs meg a toron, sőt még lehet fordulni, és azonnal lép visszább. Közben ugye jégősvinnek köszönhetően. Ugye Atom? Igen. Ami pedig még igazából jó, tehát öröm az ürömben nyugdák számára megint csak az az, hogy villanását meg végső képességét úgy használja, hogy már van rajta egy fénycipő, ami azt jelenti, hogy az idézői képességei is gyorsabban várnak újra elérhetővé. Nem szabad elfelejteni, viszont most jelenleg nincsen villanása. Ez az, ami hangsúlyos. És érkezik rá ezért. Csábításra azonnal lehet válaszolni a lyuk és narancs zavarása a nyugdáknak. Pepi sebzés még képessége jön nyugdákra. De hát azért ez mindenképp elfelejthető még jelen esetben. Cussing pedig próbálkozhat behozigálni egy díszint, de őrszemet tett csak ki a kedves Beton Joke, és így marad a 3-2 továbbra is, 11 perc, 40 másodpercen járunk, és a sárkányra egyértelműen nem is lesz jó sokáig figyelem, mert nem ott zajlik jelen pillanatban a küzdelmek tömkelege. Itt van 4-5 a Vitality játékos, a középső ösvényen Pepi és Lee Sin csak szórakozik, testcsellel próbál valahogy reagálni arra, a Giants, hogy igen, mi idegőr hátra, mondjuk is nehézene bemenni közben. Hátul még valahogy tervezi Atom, hogy bejön jégösvénnyel, végső képességének egyértelműen van, de baromi jó lehetőség lenne bemenni, ha nem egy őrszemen állna. Ami pedig mindezt elősegíteni, az egy torony alá való érkezés volna a Vitality-től, ami igazából teljesen felesleges volna, hiszen van egy Gangplankjuk mellette, ott van Miss Fortune, igazából Sana, szét tudják cibálni az életerét minden egyes Giants játékosnak, még mielőtt beérkeznek a torony alá. Innentől kezdve viszont akkor mondhatjuk azt, hogy az a Lissandra egyelőre semmit nem tud csinálni a minőn takarításon kívül.
Shook, ugye a farmját már kiemeltük, az ő jelenlét a játékban egyértelműen majd a későbbi korszakban fog igazán látszódni, amikor ugye a Lee Sin-nek lesz a lehetősége ugye valahogy a puskatussal valakit fejbe ütni és mindenképpen szanaszét rugdosni, míg ugye Shook szintén beszáll a sebzés hordozók társulatai közé, ami megint csak fejfájásra okozni, mert ugye egy ilyen gangplanket nem lehet nem fókuszálni. És egy ilyen Kennet nem lehet nem fókuszálni. Egy ilyen Shookot nem lehet nem fókuszálni. És Jardant nem lehet nem fókuszálni. És akkor ott van Cussing is. Felsorolt a régebet, aki Cussing, aki hát jót meg lehet igazából ölni, de nincs semmi értelme. Tehát négy sebzés hordozó ellen játszik jelen pillanatban a Giants csapata. Tehát az idő az nem nekik fog kegyelni a büdös életben sem ezen a mérkőzésen, főleg a Lee Sin választása megint csak egy olyan dolog, ami degradálja az ő csapat felépítésüket, és a területi sebzések, a bajnok választásnál is kimondtuk, hogy a Vitality óriási bika állatsebzésre rendelkezik területre. Jó pont és rossz pont, mind a Giantshez, mind a Vitalityhez azért az, hogy Gangplank könnyen törölhető a játékból, és mindösszesen csak a hordókat kell kikerülni ahhoz, hogy neki ne igazán legyen sebzése, persze ott van még a passzívja, a tűzkeresztség a játék végső szakaszában, de ez körüljátszható, és ehhez tesszük akkor hozzá azt, hogy van neki viszont egy kifárasztása, amivel valamelyest elnyújthatja az őt likvidáló képességeknek a hatását. Pepinek közben védenie kell a tornyát életerejétől, már nem is búcsúzik annyira. Hát annyira nem. Na. 14 perc. Azt mondja, hogy ugye van egy sárkány, amit lehet ölni, van a tornak, amit lehetne ütni, de egy dologban mindenkivel még jó a Giants, a map controlt még túlságosan nem veszítették el, úgymond a Vitality-vel szemben. Tény, ahogy elmondtad, persze van egy gerben, aki ölhető, kérdés, hogy mit kell érte beáldozni. Az ő végső képessége, ha kijön, önmagában már elég fejfájás arra, hogy a küzdelmet lehessen folytatni, egyetlen befejezni. Na most ugye Nuke-nek, ha azt a bizonyos kékerősítéssel meg is leiszedi saját magának, az erősödve Pepinek folyamatosan lesz egy problémáid, de jó, jó régóta a közésőség külső tornyán morfondírozik mind a két csapat, és jön közben Lee Sin. Kihelyezett őrszem, az jó, és így igazából ez szép pajzs közben mindenképp Godfrey-től, és így kezdődnek kell mindenki visszabjönni a villant, és Godfrey pedig mindenképpen kergeti, és teleportál először Atom, Kabosár pedig még éppensége nem jön, majd most Kabosár jött válaszolni, és Shook közben meg fog halni, de Kabosár jön, bing the game! És Godfrey meg is hal közben, már menekül hátul, mind a biztos, hogy Atom is, és Lee Sin-re lehetne fókuszálni, hogy talán még a Lee Sin-kő nyugdákra, és jó a kifárasztás, nyugdák, na most merre? Nem tudom, erre? Arra, mi az Isten csinálja, jön közben Hjarnan még szintén, és ugye Lee Sin rugása már kimentett, semmi se túl sok nincsen, míg jön Hjarnan a szintén, Lee Sin-ben azért még van most kurázsi rendesen, itt a Pepi szintén, neki lesz csábítása, és még mindig ilyen Lee Sin, talán Lee Sin, ú, de Hjarnan be is fejezi közben, így nincs lehetőség már szépíteni Joke-nak, így végül is 2-0-ás csere a minden igaz, ugye a Vitality javára, bár ez nem biztos. De, azért el igen. Kell ismerni, hogy van tökke annak a Lee Sin-nek, na. Mondjuk ki. Visszajátszás során láthatjuk, hogy Pepi nagyon szépen talál a csábítás, hogy Cussingnak villannia kell. Ezzel kezdődik meg az egész akció. Adria az, aki utána Godfredet bedobja a közösbe. Cussing és Shook egy kicsikét elkülönülve a csapattól végigállja Atomnak a területi sebzését és kábításait. Érdemes megfigyelni, hogy Kabosárnak késő jön a teleportja, ezért villannia is kell. Megvan az egy-egyes sere egészen ideig. Nyugdák a háttérben, hát ugye hordozik, mit is csinálni. Batonjoki teljes életerővel a fárasztás jókor jön, viszont csak alaptámadással robbantja a hordokat, és így akkora sebzése azért nincs, ezt láthatjuk is, az életereje ezt nem sínlette meg annyira a Lee Sin-nek. Na már most ezen a ponton 8-as szintű MF üldözi a 8-as Lee Sin-t, láthatjuk, hogy ebből milyen ki. Hjarnan az, aki rosszabb olyan ki összességében belőle, viszont a menekülés után Kabosárdal majdnem be tudják fejezni a pajzs éppen meg a túlélésre, és ezek után még visszamegy a Lee Sin, majdnem meg is van a gyilkosság, de az utolsó pillanatban Hjarnannak sikerül megmenekülnie egy gyönyörű lámpással. Joke egy dolgot biztos, hogy csinált. Ha Lee Sin-kó talált, ne kell menni, nincs mese, ő ezt teljes mértékben bemutatta nekünk kétszer is ebben az egy küzdelemben. Igaz, hogy ő meghalt, de büszkén halt meg. Szép volt, nekem tetszett. Azt mindjárt gondoltam, és Atomot megtalálja közben még a Vitality. Még fényjel, még éppenséggel kijön, de először a saját végső képességével magára és zonyahobokon, ami nincs rajta, Atom. Hát 404 Atom not found. Ott láthattuk a Crit Age-os találatot, ez hihetetlen. 17. percnél járunk. Ez jó volt. Köszönöm. Na mindegy. Szóval ebből egy tornyot is el tud hozni a Vitality, egy gyilkosságot is, és Kabosárt közben a középsősvén is feltolja a minénöket, ami még egy tornyot jelent a Vitality csapatának, így már 4-2-höz.
az állástornyok tekintetében a két csapat között. És én azt mondom, hogy igazából a sárkányra miért nem mehetnének, hiszen igazából most élet ebben a pillanatban ugye Atom, neki teleportja nincs. Pepi életerejének negyedétől búcsúzik is, egyetlen egy kútba nézett bele Járnántól, de látod a hatását. Egyetlen egy kútba nézett bele, így hogy mondtad. Na de, 18 perc ugye most már legyen sár, ahogy mondtad, az a bizonyos sárkány meglehetett volna. A Giants lép ki közben rá. Na ez a 6% sebzés hiányzott róluk, mondja a Giants! És most már ezzel lehet majd reagálni, ugyanis Atomon kész van a korok pálcánya. De még ahogy az a bizonyos, hogy a homokora hiányzik róla, egyértelműen duplán tudja mindenképpen megfelelően közreműködni majd egy aktuális csapat vagy tömeg küzdelemben, ahol ugye ő végül is egy jó darabja tudja magát ki is kapcsolni a lehetőség a potenciális célpontok közül. Shook az, aki még éppensége nem bukott le, de Gutfeld nagyon nézi a lehet, és csak hát tényleg úgy de jó, hát mellé ment az a bizonyos sötét csapda, lámpás is van, Shook pedig nyugodtan el is jön. Szomorú Giants bandókol haza. Ezek a bokrok nagyon nem kedveznek Gutfeldnek. Tehát az első akcióban ő az első gyilkosság áldozata, amiatt mert bokorból kilép. Úristen, mi lenne vele Rengárral? Amúgy ez lett volna a következő gondolat, de nem akartam már is gondoltam, hogy ez a következő gondolatod. Na de, a játék közéső ősvénynek második szintű tornyát bönteni Jarlan. Jó a lámpás kezdben Atom, Anti 5 tudja valamennyire produkálni, de egyik az, még ez kevés. Szóval Pepi az, aki őrszel még nem ment át, de azért nem a legjobb helyszínen rohangál most még Pepi. És az alsó ősvény, oké, nyugdák, még nincs a közelben, és nyugodtan farmogathat, de azért neki telepontja nincsen. Viszont Pepi azt a gangbanket megöl nem fogja. Közéső ösvényre, gangbank vésőképesség, toronydöntés, igen, nesztek, egyétek konkrétan, és már is nincsen toronydöntés. És még mindig marad a 4-2-es toronyállás, ráadásul eközben gangbank mit csinált? Nem mozdult el az alsó ösvényről, nehogy azt itt. Ő ugye ott mehet tovább és formolgathat így a 19. percnél 183-as magabiztos farm teljesítménye. És azt azért tegyük hozzá, hogy még ő jól farmol és helytáll az ösvény. Szia! Addig Adrián tűnik. Na, szóval arról beszéltem. Elrúgtam a szövegedet. Na mindegy, a vörösszerelkező meg is halt! Elhozta el súk 7-3. Ugye lesz lassan barad, azon hirdök, ugye már mindenképpen eltávozott köreinkből. És igazából ez az arany előny, ami ugye szám szerint 6100, ez nyugodt szíve megteheti a White Titan-nek azt, hogy figyelj, megöltjük egy embert, barannasor, easy peasy, lemon squeezy, cheesy. Pepi pedig csábítaná Kassingot, de nem ma. És ugyanígy nem találta lekötés sem. Nagyon érdekes, elrepülnek ma egyébként a célzott képességek, köszönjük Pepi, hogy megmutattad. És Kassing neked is. Szóval a 20. percnél járunk és marad a 7-3-as gyilkossági állás. De ez önmagában nem mondja el a mérkőzés teljes állását, az már viszont annál inkább, hogy több mint 7000 arany különbség van a két csapat között, ez azért eléggé nagy magabiztosságra ad okot, pláne úgy a Vitality-nek, hogy több olyan karakterük is van, akik a játék végső szakaszában, majd hogy nem az összes egyébként kiteljesednek. Járnan ugye van egy jelenpillan, egy kis pici kis pajzsocska képességére köszönöm, hogy mindenképpen tud zónázni majd Giants játékosokat és lassítani is. És ugye a Miss Fortune lassítás és Gangplank lassítás egyveregére nem is beszélek, jó a nyúzás és Pepi az aktuálisan eltalált célpont kettős gyilkosság közben Kabosártól, hogy felrobban már idő előtte Atom is, ne felejtsük el, ennek köszönhetően azért ez a kettős ember hátrán, ez legalább egy mínusz torony, ha nem kettő. Ez így is van, és ugye ha minden igaz, az utolsó külső tornyát hozta el a Giantsnek a Vitality, így is van a hatodik tornyukat gyűjtötték benne köszönhetően, és hát az elmúlt két percben megint iszonyatosan nőtt az arany különbség. Kabosárt rálátással, hát igazából át is villanhat, meg is teszi ezt, Atomot pedig atomjaira robbantja szét, utána pedig hozzá vándorol a következő gyilkosság, ahogy azt láthattátok egy kicsit később, kettős gyilkosság a kihelyezett őrszemek miatt. Ki gondolna egyébként, hogy a bázisod fala előtt ott van egy őrszem? Miért ne térhetnél onnan haza? Igazából az ekkora hátrány, pontosan ekkora előnél a Vitality-nek már az őrszemeiről nem lehet tudni, mikor, mi merre van. A sorozatosan kék gólem erősítése nincs a Giantsnek, mindig elhozza a Vitality, és Gutfeldék megint bokorban csücsülnek, kérdés, hogy mire lesz ez jó. De nyugdák sebzése most már határtalan pengével, és háromság hatalmával szinte brutális. Nagyon brutális lesz. Azért is engedheti meg magának, hogy határtalan pengét vásároljon másodiknak, nem pedig eszencia martalócot, mert iszonyatos előnyben van, és a kékeket láthatod, folyamatosan megkapja. Tehát a manára sincsen gondja. Ezután pedig egy átoknyelőt vásárol magának, hiszen mind Ari, mind pedig Lissandra, akik ugye rá tudnak ugrani direktbe. Iszonyatos mértékű mágikus vagy varázssebzéssel rendelkeznek, ez pedig, hát úgymond le is tudja védeni.
nyugodt szívvel. Lesz majd egy sárkány másfél perc múlva, ezt tudok itt meg izgatni? Senkit. 6 tornya van a Vitality-nek, 2 a Giants-nek. Baromlasson ide már réges légerek. 833, hát menj már a búzsba, nyugdák, hát mi az a sebzés? Kessing pedig nem jár bele a sötét csapdával ennek közönnek, Gutfried megint szomorúan távozik. Nem szeretném találkozni én, meg teljesen szerintem az a nyugdák a jelen pillanatban. 228 farma, 232 farma, 23 percnél majdnem egy perfekt játékot játszik. Tény, hogy volt patkó a hátsójában, volt nem egyszer szerencsé, ez tény és való. De én mindig nyugdák az, aki a leginkább horribi is összeget tud majd ugye produkálni nekünk, illetve ugye nektek is a képernyő kellős közepére. Baromnason odulja a bújik bele a Vitality csapata, megint két ember közé sötét lefogás. Jön közben ugye betűnő Joke és Kavosár, bam 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 bam! Godfred the önmagában ülhetné meg, de nyugdák a KS király, Istenem! Fel fogok nézni rá egyszer, az biztos, mert így nem lehet KSL, dehogy is nem, 11-3. Barom nasolt szerkezően a Vitality, erre pedig választ Max egy tócsa. Morganától nem több és nem is kevesebb, mert csak ő van a közelben, sújtás is van jelen pillanat, hogy mindenki súg kacsójában. Pepi még csábít, de mellé, Kabosár még éppenséggel nem hal meg, és jó az a bizonyos halás, hogy atomra instant robban, nincs még homokóra, végső képességét el sem bírta használni. 12.500 arany különbség. Mundorító. És ezek után várod, hogy átvegyem a szót? Jogos, jogos. Jogos. Fájhatott volna egyébként még... Évrinek ez a sebzés egyértelműen fáj, és nyújtott nyugodtan, mert tovább már nincs ott a lassítás. Pepinek ugye túl sok manája nincsen, és ugye, amiről már beszéltem, az első kívül az összes kék gólem erősítés mindenki volt, csak Pepin nem. És ő azért erre valószínűleg jó ideig nem is fog tudni majd számolni, és Sárkány pedig nyugodtan most már elhozott a Vitality egy gyilkosság után, úgymond ilyen bónuszként, és lehet menni tolni az összönyeket. Ekkor aranyelőnél nincs mese, nincs más hátra, baronnasorra kiegészülve, csak a tornyok, inhibitorok teljesen szétszedni a játék, az ellenfél csapatának védelmi rendszerét. Rá tudták kényszeríteni a Vitality játékosok az első Kalisztát arra, hogy ne runát vásároljon, hanem egy gyors tüzelő ágyút. Ezzel a hordókat talán fel tudja robbantani a plusz lőtávolsággal, de még így sem biztos. Oh, Beton Joke! Hát ez nem igazán jött ez össze, már igen. De ez viszont gyönyörű szép atomtól! Robban a teljes brigád kamosát halott, de Miss Volcsú végső képesség hármas gyilkosság! És Pepi szintén meg fog halni, Csuk pedig lekásolni, nincsen ugye ötödik gyilkossága, sőt eddig sem. Tudtál és ász, Atom hiába kezdte jól, hiába volt szép, nem volt elég a sebzés, na ez az a bizonyos hátrány, ami miatt nem volt elég az a kurás, ami kellett volna, de a kezdeményezés szép volt. Dőre Nexus torony, hallod apukám, 6 másodperc jön majd, hogy Godfred, de az kevés lesz ide, az biztos Isten, 17-4-nél ekkora aranykülönbség, 15.400, 16.400 lesz már a dől a torony, Godfred kijön majd vissza és megy, elég hamar megurolta magát, a Vitality csapata, a Giants csapatát 26 perc, 2 másodperc alatt darabokra szedi, darabokra szedi. És nagyon szép játékkal azért tegyük hozzá, bár közrejátszott Godfrednek az egy-két elmozdulása, illetve félrelépése is, de... Az a hiarnam fej, ó oh, igen, láttad ezt apukám, milyen jó voltam, az a hármas gyilkosság a végén, ó! Oh. Szép volt. Az minden esetre biztos, hogy a kommunikáció most a helyén volt, úgy gondolom a Vitality-nél. A végső kezdeményezésre egy pillanatra visszakanyarodva, hogy egy kicsit megfosszam egyébként az elemzői kollégákat és a munkájuktól, én úgy gondolom, hogy Atom ennél jobbat nem tudott volna kihozni az egész mérkőzésen, de egész egyszerűen nem volt elég sebzés, illetve nem volt elég gyors, úgy gondolom a lekövetés ahhoz, hogy időben be lehessen fejezni a Vitality játékosokat, akik onnantól kezdve, hogy kijöttek a CC vonatból, hát láthattad, mire voltak képesek, takarítottak egész egyszerűen. Nagyon, hiába volt egy 120 farmos Tisandra ugye a 27. percben, Kabosának sem volt sokkal több, ezt azért írjuk alá, és ennél többet, ahogy te is nem lehet hozzátenni, de ha ott egy kicsikét, hogy kevesebb az arany különbség, és hogy mindenkinek egy kicsikét több tárgya van, ott viszont ott legalább 2-3 gyilkossága kezd a Giants, ha az Atom CC alatt ugye lehetett volna embereket ölni, viszont ez nem így történt, és Pepi látszólag nem tűnik szomorúnak, pedig gyerekek ez 0-6 a Giantsnek. 3 hét alatt, még azt merném is mondani, hogy közel sem nagyon voltak ahhoz, hogy nyeressenek meccset, szorongatgatták
a meccsek elején az ellenfél csapatokat, de túlságosan sokáig a játék közös szakaszában nem igazán tudtak úgymond hozzászólni ahhoz, hogy megfordulhasson a küzdelem. Valami újat kell majd előhoznia és produkálni a Giantsnek, hogyha szeretnék még labdába rúgni, mert ez most jelen pillanatban az utolsó fokát érinti a ranglistának. De mi pedig közben megyünk tovább. Azt hittem, hogy kint esik a hó, és meg akartam nézni, bebételtek a fiatal urak is, a hölgyek. Na de, ezzel a lendülettel mindenki, mi átadjuk, az volt a Magyar Elemző Asztalnak, mi pedig köszöntünk titeket, és sziasztok! Sziasztok! Most is üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk a második mérkőzés, azaz a Team Vitality és a Giants összecsapása után. Hát beszéljünk erről a mérkőzésről, Nono, mindenképpen gyors meccs volt, de egy picit próbáljuk meg kielemezni ezt a szituációt, hogy a Vitality miért tudott egy ekkora húskrofolóval végigmenni a Giants-en. Rendben, akkor gondolom mindenki azt várja, hogy most úgy nyugdáknak a gangplankje, te jó Isten. Quack, quack. Én viszont nem ezt mondanám. Nagyon szép volt ez a gyilkosság, amit a saját maga és csak a másik gyilkosát megszerzett Pepivel szemben, és ahogy szintet lépett, és onnan egyből a skorbut ellenszerével gyógyította magát és túlélt, az gyönyörű volt. De szerintem, ami nagyon fontos volt ezen a mérkőzésen, az pedig nem más, mint már oly sokszor kiemelt Cassin Thrash-e, hiszen most is remekül teljesített, jól védte meg a társait, elég, hogyha az első csapatharcra gondolunk, ahol betangja itt falon keresztül tálja el a halálos ítélettel, utána menti meg még csapattársát, ugye nyugdákot egy lámpással, a pajzs miatt ugye túl tudott élni, zseniálisan játszott ott is, akár csak a játék többi elemében, és a 17 gyilkosságból 15 támogatást tudott bezsebelni, ami azért egy fantasztikus szám ezen a szinten is. Hát bevallom őszintén, hogy a Vitality egyszerűen tényleg átgázolt a Giants Gamingen, és az, hogy rögtön a játék elején egy ilyen lendületet tudtak venni, tényleg nyugdáknak mindenféleképpen hatalmas szerepe volt, mert ő ki tudta adni magából ezt a sebzést. Elhozott egy olyan, gyakorlatilag egy origami hadosztályt a Vitality, mindenki papírból volt, tényleg, és folyamatosan el lehetett volna őket pusztítani. Hát, ilyen olyan kliens. Igen, és még nem is lett volna szerintem rossz, hogy a Giants elképzelése, de az, ami miatt a Giants ezt a küzdelmet elbukta, illetve ami miatt általánosan most 0-6-ban van, az több helyen is meglátszik. Itt pedig most láthatunk egy kis bejátszást Kabosárdról. Igen, ugye itt egy jelenet a torony döntésről, hogy Kabosár be tudja dönteni, és farmálászik a felső ösvénye. Ilyen gyorsan apám senki nem tud farmolni, miközben az alsó ösvénye, ugye ezt teszik Kassing és Járnán Páros, és itt jön az igazi akció a torony alá érkezés. A halálosítélet megint gyönyörű, atomra későn jön ki a fekete pajzs, és itt a jégösvénnyel, ahogy visszajön, ez valami hatalmas hiba. Kassing még tankolja a tornyot, így Miss Fortune-re nem tudott átmenni a torony agró, tehát nem kezdte el őt ütni, ezt nagyon szépen csinálta szintén Kassing, és utána, ahogy ő kilépett, onnantól kezdve megint a minionokat kezdte el sebezni a torony, így ez be is dölt nem sokkal később. Atom eddig egyetlen egy Lissandrát hozott ezen kívül, tehát hogy egyáltalán nem mondhatjuk, hogy túl sokat látjuk vele, de ismételten bebizonyította, hogy miért nem kéne őt ezzel a hőssel látni, mert szegénynek nem megy vele. Lehet azt mondani, hogy ilyen hatalmas előnyben lévő ellenfél ellen egy Lissandra sem tud csodát művelni, de az a gond, hogy ő nagyban hozzájárult ehhez az előnyhöz, hiszen neki volt a legtöbb halála. A 18. perc környékén jutott el egyáltalán a korok pálcájához, tehát hogy az már szinte meg sem éri megvenni kategória. Csak ha már elkezdted, ugye, akkor már nyilván befejezed, mert amúgy pénzkidobás, így is, úgy is. Szóval, hogy ez az atom teljesítmény, ez nem volt jó. Óvatosan fogalmaztam. Igen, abszolút igyekeztem így fogalmazni. Ezzel szemben Kabosárd kell mennie, ahogy mondtuk, szignifikánsan tudta befolyásolni ezt a mérkőzést.
mert azok a forgatagok, amik jöttek tőle... Még akkor is, ha a késői teleporttal jött, a villanásával tudta ezt kompenzálni, a sebzést kiosztani és Morgant megölni abban a csapatharcban. És egyébként erre ki is akartam térni, hogy ez a mérkőzésen teljesen más stílusban is játszotta azt a Kenent, mint az első mérkőzésen a Rockettel szemben, amikor is a Whitey vereséget szenvedett. Így most már utalag azt mondhatjuk, hogy meglepetésre. És én féltem is egy kicsit, mikor Kabosát kiválasztotta ezt a Kenent, de a javulás az egyértelműen látható volt. Így van. Most viszont mi át fogjuk adni a szót a Szünetnek, aki nem lesz túlságosan beszédes, de a lényeg annyi, hogy a G2 Esports és a Unicorns of Love összecsapása fog hamarosan érkezni majd a mi képernyőnkre. Minden esetre természetesen még van egy kis rávezetésünk arra, hogy mi történik a Challenger Series-be, legalábbis így a tavaszi évad során. És ez egy gyönyörű szép volt, ez zseniális teljesítmény volt, és Joko, aki egyébként a Unicorns of Love csere dzsungelese, ebben a Millenniumban teljesített, nem rosszul, és utána a Unicorns of Love-ban is zseniális teljesítményt tudott nyújtani a tegnapi napon. Egyértelmű, majd arra leszünk nagyon kíváncsiak, hogy mit tud csinálni Joko egy olyan ellenfél ellen, ahol viszont kőkemény már, nem csak a dzsungeles, hanem a csapat összeállítás is. Most viszont tényleg megyünk szünetre, tartsatok velünk körülbelül 4 perc múlva is, kezdődik a hét mérkőzése. Sziasztok! Coming. Do it slow, Gonli, have him.